Köszöntelek benneteket ezen a felvételen egy ingás jóslás július hónapra. És én kezdeném is. Tehát az inga adja meg a választ, vagy keresi a kártyákat. Itt az első kártya. A következő csoport, ha az inga jobbra fordul ki, akkor az a kártya mutat számunkra valamit július hónapra. Itt ez a középső kártya. És lépek tovább. És most kezdem a kártyákat elemezni. Egy férfi áll a középpontban. Az egy lehet egy jó ismerős, rokon, viszont, ahogy én gondolom, itt a szerelemről van szó. A második kártya itt, ez a kígyó, ez jelenthet egy megújulást, viszont utalhat egy hölgyre. És az egerek itt arra utalnak, hogy ez a kapcsolat véget ér. Kártyavetésnél úgy mondjuk, hogy az egerek ezt így felfalják, és akkor nincs ott semmi. Tehát ez a kapcsolat véget fog érni. Ez a kártya mutatja a változásokat. Itt ez a négy levelű lóher az arra utal, hogy ez szerencsét hoz neki, ez szerencsét hoz nektek is. Itt ez a ház utal az otthonotokra. Itt van a kulcs is. Ez lehet egy költözés vagy ház építése. Viszont azt is jelenti, hogy vegyétek a kezetekbe ezt a kulcsot, és nyissátok ki az ajtót azoknak, akik szeretettel közelednek hozzátok. És csukjátok be az ajtót, ha ellenségeitek vannak, vagy az az érzésetek, hogy itt rossz hatás van. Az is lehet, hogy ez a hölgy meg szeretne titeket látogatni. De előfordulhat, hogy ez a látogatás elmarad. Nem csak ez a hölgy szeretne veletek kapcsolatban lépni, ez lehet egy másik hölgy, hanem ez a férfi is közeledik hozzátok barátilag. Itt vannak még nehézségek, viszont ez megoldható, mert itt látható ez a könnyűség. A barátok segítenek ebben. Ez a kereszt utalhat vallási témákra, vagy spirituális dolgokra. Ez segít abban, hogy áttegyük magunkat ezeken a nehézségeken. Viszont jelent kármát is, a sors utakat, mert itt kereszteződnek az utak. Az lehet egy új kapcsolat is, egy új férfi lép be az életetekbe. És
ez a kutya nem csak barátságokat mutat, hanem hűséget is. Ez a kereszt most itt nagyon érdekes, mert az kihat a sorsunk útjára. Sorsdöntő döntések, vagy találkozások, változások. Az is lehet, hogy ez a kígyó jelent még mást is. Nem egy egyenes utat, hanem mellék utakat. Az egerek nem csak azt jelentik, hogy itt változások lesznek és befejeződik valami, hanem gyakran szimbolizálják a félelmeket, és itt kell, hogy változás legyen, és ez a kígyó energiája mutat arra, hogy megújulások, belső megújulások lesznek, elbúcsúztok a félelmektől, vagy ő búcsúzik el az ő saját félelmeitől, és ez egy ilyen könnyűséghez vezet megújulásokra, mint ahogy ez a kártya is mutatja. És ez volt az ingás jóslás július hónapra. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!